Egy dübörgő rajta Céltrans Rally bajnokság hétvégi éjszakai futamáról, ami után eltűnik a versenyző a sötétben. Tulajdonképpen ez volt a legnagyobb pikantériája az Arabona Rally Klub által szervezett futamnak, hiszen ilyen körülmények között a pilóta és navigátor még inkább egymásra van utalva, és megnő a bizalom szerepe az autóban. Egészen egyszerűen azért, mert el kell hinnie a sofőrnek azt, hogy akkora sebességgel be lehet venni az adott kanyart. Magával ragadó egy ilyen rally, nem is csoda, hogy akadtak bámészkodók szép számmal dacára a késői időpontnak. Ezt az egyik alapító tagunk, a Szalai Róbert találta ki valamelyik álmatlan éjszakáján. Talán azért is lett éjszakai verseny. Na, summa summarum, egyelőre úgy néz ki, hogy mindenkinek nagyon tetszik. Hát a kedves kilátogató nézők is láthatják, hogy egy pezsgő élet folyik fényekkel, agregátor dübörgésekkel. Ami igaz, az igaz, valóban sajátos a szervizpark is ilyenkor, hiszen ahhoz, hogy a szerelők lássanak, valahonnan világítást, vagyis áramot kell csiholni. Na, tesz neked is ilyen autót, ha nagy leszel? Az utánpótlás minden esetre már megvan. A volán böngött ülő kisgyermek is élvezte az éjszakai viadalt. Egy-egy a sötétben eldübörgő autó láttán az érdeklődők joggal kiabálták, hogy ég az erdő, mert ilyen reflektorokkal közlekedtek a versenyzők. Nekünk nagyon tetszik, bejön, jók a lámpáink, jól látunk, haladunk, próbálkozunk és tetszik tényleg. És ha esetleg nem lett volna elég, hogy megváltoztak a látási viszonyok, a szervezők ráadásul új pályavezetéssel is kedveskedtek a résztvevőknek, vagyis volt jó néhány kanyar a Rábaringen, amiben versenytempóban még senki nem közlekedett. Nos, a megváltozott viszonyokhoz a Gurdon Attila, Gurdon Barbara, Mitsubishi Lancer Evo 6-ost hajtó kettős alkalmazkodott legjobban, hisz ők nyerték a Céltrans Rally bajnokság negyedik futamát. A második a Huszár Roland, Bakai Renáta, a harmadik pedig az Őszer Roland, Malek Péter alkotta páros lett.